Sziasztok! Szeretetek köszöntünk mindenkit az Értett Podcast legújabb adásában. Ismét önünk van Sípos Márk, üdvözlünk téged. Köszöntelek, de Akár Akárhányszor várunk szeretettel a podcastünkben, és köszönjük, hogy itt vagy újra velünk. Márk, először téged kérdezlek, aztán úgy is fogjuk Márkot bombázni. <laughs> Melyiket? Hát őt. <gül> <gül> a de nehezebb kérdéseket átadom. <laughs> Akkor Vannak olyan ismerőseid, barátaid, családtagjaid, akik már nem járnak gyülekezetbe? Igen. Során egy néhány okot, hogy mi miatt, mit, mivel indokolták meg, hogy ők nem járnak gyülekezet, amikor rákérdezték, vagy így beszámoltak erről. Csak így címszavakban. Hát azt látom az életükben, hogy már nem tölti be a gyülekezet azt a, azt a megoldást, amit egykor betöltötte, vagy megunták, nem kaptak megújulást, megfrissülést, illetve azt is észreveszem bennük, hogy csak vasanapi hívők voltak. Tehát vasárnap ott voltak, a örekezett, becsinálták, amit kell, szépen felöltöztek, de hétközben pedig kicsit elhanyagolták, és akkor emiatt kicsit úgy elhanyagolták, elhanyatlódott bennük ez a vágy is. Ezt ezeket veszem észre. Na, ha te megkérdeztél volna tőlem, ugyanezeket mondtam volna, illetve be kell azt vallanom nektek, hogy nagyon sok olyan ismerősöm, vagy olyan emberek is, akikre Mondhatni azt, hogy felnéztem, és már nincsenek volt. Tehát nem járnak gyülekezetbe. Én két fő látok, az egyik bűn, tehát bűn került az életükbe, és látod, hogy teszi tönkre a bűn, szemmel láthatóan, borzalom. Eleinte lehet, hogy titok volt, eleinte lehet, nem látszott. A másik dolog, amivel nagyon sokszor szembesülök, és a bátrabban kimondják mások, nem, vagy így csak így négy szem köz, hogy megbotránkoztam. És akkor, hogy megbotránkoztam. És emiatt nem járok a gyülekezet. annyira megbotránkozott, hogy már Isten sem akarja tisztelni. Tehát van, ami ellenmondásos ez azért, hogy úgy megbotránkoztam benned, vagy benned, vagy bennem, hogy, hogy már, már se kérek. Néhány igét mondok itt nektek, majd még rá fogunk térni a podcast alatt, hogy azt mondja már 942, ha egy kicsinyek közül egyet is megbotránkoztatok, és akkor folytatja Jézus, kellett szébe ejtettek, a másik helyen Máti 18.7, jaj a világnak a botránkozások miatt, illetve Lukás 17.1 azt mondja, lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek. Tehát azt is mondja, hogy jaj, aki megbotránkoztat, jaj, aki megbotránkozik, meg lehetetlen az, hogy ne legyenek botránkozások. Na, járjuk egy kicsit körbe, kérlek szépen ezt a tematikát, számomra aktuális, remélem, hogy a hallgatók számára is. Meg nyilván az lenne a célunk, hogy ne legyünk olyan fiatalok, akik megbotránkozzunk, és ezt fejtenénk ki. Márk, segíts nekünk egy kicsit értelmezni ezt a fogalmat. Mi az, hogy megbotránkozás? Mi az, hogy botránkozás? Akár a mai szó használatban, vagy a Biblia értelmében. Talán a kettő között most van egy kis különbség, a Bibliában az, hogy botránkoztatni, az azt jelenti szó szerint, hogy bűnbe vinni, bűnre csábítani. Ugye mondja Jézus, hogyha megbotránkoztat téged a szemed, vágd ki a kezed, vágd le. A pállapostól azt mondja, az korintus 8-ban, hogy ha a testvéremet megbotránkoztatja azt, hogy én húst eszek, akkor miatta nem eszek húst. Tehát ez azt jelenti, hogy kimozdítom az Isten hitéből, olyat teszek, ami számára az Istennel összeegyeztethetetlen dolog, sőt, olyan dologra csábítom, ami elválasztja őt Istentől, és eltávolítja Istentől, ugye bűnre. Tehát egyrészt a Biblia ezt érti a botránkozás alatt, hogy valakit így bűnbe viszek, bűnre csábítok. Ma is van ilyen, de talán amit legtöbbször a gyülekezetben használunk, azok inkább az a, hát most nagyot csalódtam mert akkor át, hogy ez már botránkozás. Már ez már túl megy minden. Tehát valami ilyen, ilyen, ilyen igen, igen, igen. Tehát ez, ez egy kicsit társul egy kicsit nálunk a csalódottsággal, mert gyakran olyan dolgokban mondják az emberek, hogy hát most én ebben megbotránkoztam, ami egyébként nem vitt senkit bűnbe, csak én nem így képzeltem el, mert én nem így társítottam ehhez, hanem csalódtam. Csia egyébként úgy forgalmaz, Csia lehős fordításban az új szíves, hogy kelepcébe. A görög meg, ezt mi érteni fogjuk, bocsánat, Márk Román hogy skandálon ezt a szőt használja. Tehát tényleg ez, hogy bűnbe vinni valakit, valakit belevinni a bűnbe. Igen, ja, skandallum, ugye ezt még használják is ezt a szót most is, hogy, 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 valami olyan világhírű nagy botrány, ami fú, világszenzáció, persze negatív előjellel, ami, ami valahogy tönkretesz emberéleteket, családot, egy nemzetet, ilyesmit. Tehát igen, Mennyire látod aktuálisnak, vagy mennyire látjátok aktuálisnak ezt, akár erdély vagy magyarországi közegekben, akár ezt, hogy kelepcél vittünk valakit, tehát, hogy bűnbe vittünk, vagy ez, hogy ez a nagyfogú csalódottság, vagy csalódás, amiért bizonyos embereket, hogy látjátok? Mindenféleképpen jelen van. Tehát a Jézus, amikor azt mondta, hogy jaj, a világnak mert, meg aki megbotránkoztat egy kicsit, ezt azért mondta, mert lesznek. Azt is mondja, mindig is lesznek botránkozások, szakadások, de annak, aki által ezek esnek. Mégis szükségszerű, hogy legyen, hogy megmutatkozik, melyik fél az élő, ki, ki tartozik igazából Istenhez, ha egyáltalán valamelyik Istenhez tartozik. Tehát úgy gondolom, hogy ilyenek vannak, és mivel komoly veszélyt jelentenek, vagy éppen törést okoztak már nekünk, ezért érdemes róla beszélni. Tehát úgy gondolom, hogy ha a szó eredeti tartalmát nézem, hogy bűnlecsábít, akkor a legnagyobb botránkozás az, számomra kettő dolog, ami, ami, ami engem is nagyon negatívan érint a hitem tekintetébe, hogyha egy lelkész vagy egy vezető föláll és azt mondja, hogy hát végül is az egész egy hülyeség, én nem hiszek most már Istenbe, meg átverés volt az egész, én most már megvilágosodtam, most már nem elég nekem Jézus, hanem szükségem van még valami Szentre, Máriára, bármire. Na, ez egy fokú nagyfokú botránkoztatás nekem, amikor valaki nyilvánosan elhagyja a hitét, hátat fordít a hitének, és, és Másik Igen. Ez az egyik. A másik, ami nagyon nagyfokú megbotránkoztatás, amikor olyat állítanak, akár az örömhírrel, az evangélimmal kapcsolatban, ami nem valós. Tehát olyan hamis evangéliumot hirdetnek, amivel bőre viszik az embereket. Tehát például azt mondják, hogy, hogy ó, nem te védkezel, csak a testet, hát te nyugodtan megteheted. Hát én ezt nem én voltam. Ez, 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 ez csak a büntette belőlem. Tehát olyan, olyan, hogy felmentjük egymást, és akkor bátorítok másokat is, hogy nyugodtan tegyed, mert ö, ugye hát ez nem olyan gond. Tehát mind a kettő végső soron vál, elválaszt Istentől. Ez egyik a hamis evangélium, másik meg ez a hitehagyás, ö, és ennek a, az ilyen hatalmas felválása. Vagy például ilyen az, hogy, hogy én azért váltam el, nekem Isten mondta, hogy válják el, mert szellemileg nem tudtam kiteljesedni, meg ilyen hülyeségek. Én hallottam én is ilyen hülyeséget. Na úgy ez, úgy ez, látszik Magyarországon is. Ez van, botránkozás. Ez tényleg ez botránkozás. Oh, egyértelmű. De ezen kéne megbotránkozzunk most, bocs, tehát, hogy mikor ilyen, már arra, hogy már ilyen sületlenséget hordunk össze Istenről, meg az Istenrel kapcsolatos dolgokról. Na, tehát ez, ez, a kelepce. Tehát ez, ez, tehát a, és, és sajnos ma meg már azt is értjük, hogy mondjuk, hú, ezt az éneket énekelték. Hát most ezzel megbotránkoztattak. Pedig hívőjének, szépének csak. Csak neki nem jön be. Nem tetszik, mert túl fiatalos, túl gyors, túl lassú, túl, túl, túl négy szólamú, túl bármilyen, és akkor erre. Tehát, mert nekem nem tetszik, és akkor magam mellé akarom állítani úgy a közvéleményt, hogy fölháborítsak mindenkit. A Bibliában sokszor láttuk ezt. Pálapostulék ellen fölhergelték ugye a zsidókat, a kegyes, istenfélő görögasszonyokat hány, hány helyen, hogy potránkozás, és nézzétek meg, és, és. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy ebben meg a, az emberi romlottság van jelen. Amikor, amikor botrányt kiáltunk, pedig valójában nem az történik. Azt látom még ezzel kapcsolatosan, hogyha visszatérünk kicsit a szónak az eredeti értelmére, mink, hogy felkészülök a podcastekre, akkor megnézem az angol anyagokat, hogy kicsit fejlődik benne, de hogy arra botránkozás nincsen konkrét fordítás az angolnak, mivel ez egy nehezen körbérható szó, és a Lukács 17.2 például úgy írja körbe azt a botránkozás, hogy megbotlasztani és bűnbe dobni őt. És úgy gondolom, hogy ha ezt a meghatározását veszek annak, hogy megbotránkoztat, akkor a tívtanítások is botránkozások tehát maga az, hogy te egy hamis tant állítasz, egy hamis teológiát adsz át a gyülekezetnek, azzal is megbotránkoztatsz. Jó. És akkor így érthetjük azt, hogy miért rossz magának a megbotránkozottnak is, meg magának annak is, aki megbotránkoztat másoknak. És hogyha ezt az alapelvet nézzük, akkor Többféle formában is előfordulhat ez a tévtanítás, akár jó jólét evangéliumában, akár a tettek által való megigazolásban, a törvényeskedésben. Tehát ezek mind még előfordulhatnak, és ezek is botránkozások lehetnek, hogyha a biblia értelmét leszük. Igen, tehát bármi, ami Isten ellen sarkalja a, a követőmet, aki figyel engem, a testvéremet, ez botránkoztatás. Vagy lehet a lett az jött a jó útra. Így van, vagy egy fiatal is, tehát most oda megy egy fiú egy lányhoz, és elcsábítja. Tehát ez is botránkoztatás, Igen, mert bűnbe az viszi. Tehát, hogy bűnbe akarsz vinni, és akkor még játszunk is néhány van ott. Ne tégy sem olyat, ami bűnbe akar vinni, még ha nem is tudom, még srác vagy még lány kínálta ezt fel. Tehát bármilyen, bármilyen vonzóan is jön ez a dolog. Tehát a Biblia egyértelmű, hogy ez Elődjeinknél fordult elő talán gyakrabban az, amit említett már, hogy mikor így megbotránkoztak a testvérek azon, hogy hogyan prédikált az ilyen hirdető, nem volt rajta nyakkendő, volt rajta nyakkendő, ilyen tényleg zöldségeken. Gyors volt az ének, lassú volt az ének, organa kísérlete volt, miért volt basszusgitár, stb. 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 De annyira komolyan vették ezt, hogy, hogy maguk mellé akartak állítani is, valakinek sikerült, valakinek nem, hogy a, tehát egyszerűen nem tudták letenni a gőgüket, meg ezt a sértődétségüket, hogy nem jöttek egy gyülekezetbe, hosszabb ideig, vagy olyanok is voltak, akik kimaradtak. És én azt vettem észre, hogy ezeknek az embereknek nem az volt, hogy hú, de nagyon elkezdtek feldőni lelkileg, amikor megakadtak egy ilyen jelentéktelen dolog, mert nem egy abszolútumon akadtak meg. Tehát nem egy tévtanításon, nem azon, hogy valaki bűnkövetett hanem hogy neki nem volt kedvező valami, vagy éppen nem úgy öltözött ki a lelkipásztor, és letévedett az a testvér, ahogy, ahogy nem kellett volna, vagy valami számára problémás volt a gyülekezeti istentisztelt kapcsán, hogy nem az történik, hogy elkezd lelkileg fejlődni, hanem hogy minél több, minél húzamosabb ideig marad ki a gyülekezetből, a közösségből, az isteni közösségből, beszéltünk erről egy podcastben, ha emlékszem már éppen veled, hogy elkezd degradálódni. Tehát jönnek be fel a bűnök az életébe. És akkor elkezd eltávolodni Istentől. És én ismerek, sajnos ismerek ilyen megbotránkozott embereket, akik 10-20 éve nem voltak a gyülekezetben. Sőt. Igen, két is az, hogy ugye min botránkozunk meg. Tehát kettő konkrét példát mondok nektek. Az egyik, mind a kettő megtörtént dolog. Az egyik az, hogy járt hozzánk, tehát jött egy érdeklődő fiatal lány, hát a maga elég lenger ruházatával, tehát a dekoltása akkora volt, így szoktam mondani, hogy mellesleg belátásaim szerint elég nagy volt, mert mindent lehetett látni. A szoknyája meg akkora volt, hogy sehogy se tudott úgy leülni, hogy a bugyját ne lehessen látni. Tehát, folyam, tehát tényleg nagyon kicsi volt. És láttam, hogy ugye a fiúk küszködnek azzal, hogy most ne kukkolják, meg ne nézzék, őket ez botránkoztatta, tehát őket ez bűnbe vitte. Mégis úgy gondolom, hogy ugye ez nem feltétlenül szánszándékkal történő dolog volt, és nem is biztos, hogy ilyenkor az az első megoldás, hogy oda megyek, és akkor rá kiabálok, vagy azt mondom, hogy öltözz zárt, vagy nem engedlek be, hanem Próbálok érte imádkozni, segíteni neki, hogy megértse. Megértse egyáltalán, hogy ez miért rossz? Miért rossz neki, miért rossz másoknak? Lehet, hogy neki nem rossz egyébként, de másoknak miért rossz? Egyébként neki is rossz, mert olyanok fognak rátapadni, akik, Aki ne, nem, akik nem feltétlenül önmagáért fogják szeretni, hanem a külsőségért. Na, ez ez egy tipikus botánkozás. A másik, amit megint csak átéltem, hogy dob a gyülekezetben, mondjuk, hogy dobolnak. És emlékszem, azt hiszem, hogy dobigálnak. Nem, nem, nem hogy, hogy, hát a, Érzedek, ugyan, hangszer, hangszer ott volt a, ott volt a, a, a énekkar mellett, és a zenekarnál a dob, és akkor kiakadtak ezen. Volt egy illető, meglátta, bejött a gyülekezet épületébe, meglátta a dobot, kifordult, és úgy becsapta maga mögött az ajtót, hogy a vakolat lehullott a, a, a ajtónak a a, 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 tokjáról. És egyszerűen nagyon meglepett. Ő megbotránkozott rajta, hogy azt mondta, hogy egy parázna hangszer bekerült a gyülekezetbe. De úgy gondolom, hogy itt, itt, nem magával a hangszerrel van gond, nem is az emberekkel, akik Isten dicsőítő játszák, mert bocsánat, a fúvó zenekarnak is része volt a dob. Tényleg, nagyon sok helyen. Ugyanígy akár egy, egy mai dicsőítő könnyű zenének is a része, hanem itt akkor lehet, hogy avval van a gond, mert vele van gond, hogy ilyennek jutnak eszébe mondjuk egy dobszólamra ilyen paráznak gondotok, akkor neki kéne megtérni, akkor a baj vele van, nem a gyülekezet többi tagjával. Tehát ez egy olyan botránkozás, ami, ami a kép nem az. De hogy ő viselkedett utána, ez az illető, na az már megbotránkoztatást okoz, hogy egy hívőben így viselkedjen, tehát is ugye ez eltávolít sokakat esetleg Isten hogy hú, én többet nem jövök, mert itt veszekszenek meg ilyen. Na hát ez már botránkozás. Azt hiszem leszögezhetjük azt az eddigi beszélgetésünk kapcsán, hogy meg kell tanulnunk nekünk fiataloknak az, hogy mi az, amin megütközzek, és mi az, ami nem. Tehát mi az, ami megengedhetem magamnak, hogy ez jaj, ez botránkozás, és a Biblia értelemben. És mi az, ami oké, okay, rosszul esett, nem így láttam. Márk, Köztünk is volt olyan, hogy nem ugyanúgy láttuk a dolgokat, hogy engem megbotránkoztatott az, amit te mondtál, vagy fordítva. Igen. De ettől, ettől tudunk közösséget gyakorolni, meg tudjuk, hát na, és mi van akkor? Tehát ő simán azt mondja nekem, hogy jöjjek már úgy el egyszer ifit tartani, hogy húziba tartom, vagy egy rövid újba is. Nekem meg kell erőszakolnom magam, hogy ezt megtegyem kötődök az inkhez. És akkor már nem azt mondja, hogy fúj, akkor nem megyek arra az ifjú órára, ahol inkbe tartanak előadást, vagy fordítva. Tehát, hogy kell ebben szabadságunk legyen. Viszont az abszolútunkban, az isteni igazságunkban, amiből nem engedhetünk, ott meg nagyon kell ragaszkodni. Tehát, hogy ezt tisztázunk magunkban. Mégis, gyertek, térjünk egy kicsit erre ki, és fejtsük ezt ki, hogy Jézus arról is beszél, hogy annak is jaj, annak is baj, aki botránkozást okoz, és annak is, aki megbotránkozik. Vegyük sorba. Miért jaj annak, aki botránkozást okoz? Miért baj ez? Mondjunk még egy néhány dolgot. Mitől veszélyes ez? Miért, miért elítelendő, aki botránkozást okoz, aki kelepcébe visz más, bűnbe visz mást, ebben a kontextusban nyilván? Hát ugye, most hogyha csak azt nézem, hogyha magam ellen vétkezek, az is komoly dologgal bír, hogyha mások ellen, mások ellen is irányul ez az egész, és másoknak is kárt okozok, akkor ő, annak azért a súlya is nehezebb tehát nehezebb helyreállítani ezt az egészet, mert nem csak magamba történt, ez nem elég az, hogy gondolatba rendezem, vagy, vagy én egyedül az Isten elé megyek, hanem hogyha egy közösség előtt vétkeztem és botánkoztattam meg, akkor a közösség előtt kéne a helyreállást is gyakorolni és kiállni, és akkor amilyen szinten történt a vétek, olyan szinten legyen a, helyre, a helyreállítás is. Alapja igen, és ez, ezért mondom, hogy, hogy ezért jaj annak, aki másokat is megtesz. Mert Isten nem csak a saját életét, a saját vérét kéri rajta számon, hanem a mások vérét is, a mások életét is. És egyébként tételezzük fel, hogy ez az illető később megtér. De a lelki, lelki ismeretében ott lesz egy ilyen folt, amit a sátán, a vádló folyamatosan meg fog ragadni, és azt mondja, látod, hány embert vittél el a gyülekezetből, látod, miattad nem járnak. És ez egy örök küszködés és fájdalom maradhat, ha tényleg nem sikerül ezt komolyan rendezni, és Isten által feloldani. Egyébként Isten lelke erre rámutat. Én tanulságot tudok nektek tenni, meg a hallgatóknak, hogy nekem volt ilyen, hogy Isten megmutatta, hogy itt kelepcél vittem valakit, amikor vagy hívő életem elején voltam, vagy már hívő életem után, és megmutatta, is. És, és nagyon össze kellett magam, hogy kiálljak, megmondjam neki, szemébe nézek és bocsánatot kérjek. És akkor szabódultam fel igazán. Tehát, hogy igen, oda kellett menjek a kereszthez, kiállat kérjem Krisztustól, de megmutatta, hogy na most oda kell menj Márkhoz, oda kell menj Mónikához, nyilván fiktív neveket mondok. Tehát, hogy ezt meg kell lépnünk. Ezt meg kell lépnünk, mert tényleg tehát e e e ettől jaj a botránkozónak, botránkoztatónak, hogy másra kihat, másokat is sodor. Így van, viszont megint csak fel kell tegyük a kérdést, hogy amit csinálunk, azt miért csináljuk? Tehát tételezzük föl, hogy ebbe a gyülekezetbe úgy fogadnak el, hogy most öltönyt veszek föl és nyakkendőt. Felvegyem-e, vagy ne vegyem-e? Sokszor dilemmázok ezen, csak miattuk. Úgy vagyok vele, hogy ha így az Isten igét át tudom adni, és ők elfogadják, akkor föl fogom venni hogy egy ilyen apró dolog, ami nekem nem esik nehezemre, ne tegyem meg. Pál Lapostól mondja, valakit botránkoztat az, hogy húst tegyek, akkor nem fogok húst tenni a jelenlétébe. De egyébként megtetem. Tudom, például az alkohol egy ilyen nagy kérdés, hogy most megihatok-e néha egy pici alkot, vagy nem. Ha én bárkit ebben megbotránkoztatok, soha senkivel, senki előtt, vagy senki mögött, vagy hogy mondjam, soha egy kortyot nem fogok inni, ha bárkinek az üdvösségét ez veszélyezteti. Egyébként én úgy érzem, hogy megtehetném, hogy néha egy kicsit megkóstolok valamit. De ha tudom, hogy ez bárkinek hitkrizist okoz, akkor inkább lemondok róla, és élek enélkül, mert ez nem egy létszükséges dolog. De azt is megjegyzem, hogy jaj, a botránkozóknak, ha olyanon botránkoznak meg, ami egyébként nem az, és Isten szerint lenne, és Isten szerint egy forradalom vagy újítás lenne, akkor nekik jaj. Mert akkor viszont ők maradnak bűnbe, és ők akarják visszahúzni, bűnben tartani a többieket. Tehát például, amikor én azt mondom, hogy, hogy fölveszem azt a nyakkendőt, hogy átmenjen az üzenet. De amikor azt érzem, hogy most, csak azért eljátszani, hogy én jó énekkaros vagyok, mert egy bálványa gyülekezetünkbe az énekkar, hogy az még mindig legyen és mindig működjön, és eljátszani és beülni az énekarba, pedig egyébként utálom, és képmutató módon beülni, csak azért, hogy megfeleljek, akkor nem teszek jót. De ha azt mondom, hogy testvérek, szeretlek benneteket, de én készültem egy énekkel. Vagy tudjátok, szeretnék egy verset elmondani. De a sajátomat, nem másét, mert ez az én bizonságtételem. Lehet, hogy valaki meg fog botlánkozni. Hogy teheti ezt? Vagy például mondhatok ezt a rövidgatját. Hát kérdezek valamit. Tehát, hogyha ö, tételezzük föl, hogy elmész nyaralni, ellopják a bőröndödet is, csak egy rövid van rajtad. Bárki bejöhet hozzánk rövidgatjába így Isten tiszteletre? Hát persze. De akkor meg miért, miért nem engedjük meg, hogy mások a 40 fokos melegbe, egy ifire, ifire vagy bárhova eljönnek egy rövid nadrágba, vagy egy de. rövid ujjunkba. <kül> Tehát ezt mondom nektek, hogy, hogy ez a másik oldala, hogy azért, ami nagyfokú megalkuvást jelentene az én hitemmel. És egy nagyon konkrét példát mondjak, ő biológia, egyik biológiai. Előadáson történt, bioetika órán történt nálunk, hogy beszélt a tanárnő erről, hogy hogy a genetika hol tart, hogy tudjuk szűrni a magzatokat, hogyha betegek lesznek, és akkor el kell vetetni, mert hogyha elvetetjük, akkor utána megszülethet egészségesen, és úgy felszólaltam így 200 ember előtt, így a, így a egyetemen, hogy bocsánat, tanárnő, elnézést nem akarom megbotránkoztatni, de el kell mondjam, hogy ha valakit megölünk, az nem fog utána egészségesen születni. Akkor egy másik gyerek fog születni, de nem az. <laughs> Mit képzelek én? Hogy ellenem mondok? És elkezdték mondani, hogy milyen gonosz ember vagyok, mert hogy én azt akarom, hogy betegen szülessen, meg a gyerek mondom, nem azt akarom, hogy betegen szülessen. És látjátok, ott botránkozást okoztam órán, hogy hogy mertem ellenem a tanárnőnek, de úgy gondolom, hogy ez egy hit melletti kiállás volt, hogy ki kell az élet mellett, és az, hogy Isten szereti még azokat az embereket is, akik esetleg testi hiányjal, vagy éppen bármilyen más fogyatékkal születtek. Úgyhogy ekkor pedig nem a botránkozónak jaj, hanem az, ki megbotránkozott ezen. Uh -huh. Mind a kettőt tisztázhat. köszi, Márk. Hát nekem csak egy annyi szűrődik le az egész beszélgetésből, hogy nyilván ez is egy olyan eszköz, amit a sátán használ, annak érdekében, hogy széthúzza a gyülekezetet. Azt a hát gyülekezet... ki, hogy kiszakítson téged a gyülekezetet? Igen, igen, hogy egy bizonyos kapcsolat megszakítson. Így jó. És azt a gyülekezetet, amiről a Biblia azt ér, hogy ez Krisztus menyasszonya, azt szét akarja választani. És ha belegondolunk, most a gyülekezet az a leg Kézzelfoghatóbb dolog, amit adott nekünk Isten, hogy tessék, ott, ott meg tudott tapasztalni az igazi kereszténységedet, ott tudod a legerősebben megtapasztalni. És hogyha nem lenne rá szükségünk, akkor az Úr nem teremtette volna meg. Ugye sokakban felmerül az a kérdés, hogy miért nem csinálja ezt Isten, hogy miután megtértem, pak, meghaltam. Menj jutna mindenki, ugye? Milyen szép lenne. De nem, mert az Úr adta nekünk a gyülekezetet, hogy fejlődjünk, és ö, beszéltünk erről korábban is, hogy ha tök, nem vagyunk tökéletesek, de úgy, ahogy tökéletlenül oda menjünk, és elfogadjanak bennünket. És ez az szükséges, hogy túlásunk a felszíneken, túlásunk azon, hogy most rövid nadrág, túlásunk azon, most azon, hogy dob, nem dob, hogy hordhatunk a -e kendőt, nem hordhatunk. Mert hogyha ezekre fókuszálunk, akkor elveszítjük a célt az igazi lényegről, ami nyilván Krisztus kéne legyen. Tehát nyilván mind a két fejről meg kell vizsgálni a dolgokat, és jó, hogyha bevonunk egy harmadik felet, aki tud döntést hozni, de, de rendeznünk kell, ahogy te is mondtad, úr, és ez sokszor nem könnyű, de, de meg kell tenni ahhoz, hogy ez az egység megmaradjon. És tudjátok, mi a döbbenetes? Én nem a komoly, méhítő embereket látom, hogy jó de megbotránkoztam, és kimaradok. Általában azok az emberek, akik szokás hívők, gyenge talapot talajon állnak. Tehát akik, akik Sokszor ezek az emberek komoly bűnökkel küzdködnek, vagy ezeket próbálják palástolni. És akkor ez, hogy én megbotránkoztam azon, hogy volt rajta hogy nem volt rajta, volt nem volt dob. Tehát tényleg Uh... kereteken, nem lényeges dolgokon, relatív dolgokon, amelyek, amelyek, amelyekből nem kéne ekkora, ekkora, vihar csinálni, vagy ekkora kérdést csinálni, hogy elterék a, a reflektot, elterék a figyelmet a sokkal fontosabb, sokkal mélyebb dolgokról. Van, És nagyon ez. szomorú ez. Tehát má, má, más tesz felelősség, könnyebb más felelősséget. Azért nem jövök, mert ő megbotránkoztatott, Hol, tudja, mi van mikor van. ugye a felelősséget magamba is kéne keresem, hogy én mit kéne helyre tegyek. Ez nagyon jó, én is ezt látom, hogy sokszor csak, csak egy ilyen Mondva csinált kifogásnak uh -huh. az eszköze az, hogy én megbotránkoztam benne, és azért én nem tudok oda járni. Nekem még azt tetszett, erre gondolatot, hogy térnék vissza, Márka, megengedett, hogy a szabadság, tehát hogy ez a Krisztusban nyert szabadságunk valóban ott legyen. Én nemrég hallottam egy ige érdetésében Durko Istvánnak, hogy hogy be kell látnunk azt, hogy a gyülekezetünk, vannak ilyen és olyan hívők, érettebbek, éretlenebbek, akik már régen volt ott vannak itt útjában, akik most kerültek be is. Mondott egy egyszerű példát, hogy az ő gyülekezetében előfordult, hogy készültek a srácok a dicsőítésre, és az egyik tagú dicsőítés azért, hogy egy gitáros, tudom is, mi volt, mezitlá volt. Még gyakoroltak, nyár volt nyilván. És szólt neki, hogy, hogy figyelj már, kezdjünk, lassan kezdünk, vegyél fel És akkor az volt a válasz a srácnak, hogy bocsi, Mózes is levett a sarulját a szent helyen, és szent helyen vagyunk. És akkor nem azt csinálta Isten, hogy megszaggatta a ruháit, és akkor kinnen, ki és nem vezetett a dicsőítés, hanem azt mondta, hogy figyelj, hogy még ezen a szinten van, akkor én megengedem ki, nem fog semmilyen megütközést okozni, nyár van, menjünk tovább, majd az úr meg fogja neki mutatni. Tehát, hogy tovább tudott ezen lépni. Vagy azt hiszem, ezt meg kell nekünk is tanulnunk, hogy tudja ezen tovább lépni, de oda-vissza is, tehát az idősek is tudjanak átlépni azon, amit mondjuk egy fiatal megenged, hogy na most a fiatalok készültek egy éneklés és használják a dobot, vagy kigombolt ingik van mindegyiknek és senki nincs nyakendő, de mi is a fiatalok meg legyünk ebben rugalmasok, hogy na az idős testvér azt, hogy most meghallgatunk egy turmezéveset verset, vagy négy éneket, vagy ami mondjuk nem fekszik egy fiatalnak, akkor nekem meg ebben legyen szabadságom. De nyilván ez a nagy szabadságolásunk. Ne, ne, legyen Isten dicsőségének a róvását. Tehát, hogy mi az, ami előre mozdítja azt, hogy, hogy az itt Isten tisztelet történjen, meg Isten imádja az életet. Nagyon élete fontos, ]be. mert a mai világ állandóan a szabadság, a szabadságról szól. Nekem szabad, nekem jogom van. De nem erre értjük. Csak az meg. a baj, hogy ezzel az, hogy nekem szabad és nekem jogom van, a mások életébe taposok bele úgy gondolom, hogy a keresztény szabadság az arról szól, amit Jézus mutatott. Szabad vagyok, hogy lemondok dolgokról, szabad vagyok, bár megtehetném, de boldogan élek a nélkül, akár egy bűn nélkül, mm. és még azt is meg tudom tenni, hogy bár lehet, hogy az jó dolog, önmagában nem bűn, bárkit zavar, Isten így is meg tud áldani, és kitejesített életet adni, és szabad vagyok enélkül is élni. De néha meg pont szabad vagyok arra, fölszabadultam arra, hogy ne a megfelelést keressem, hanem fölmerjek lépni, és azt mondani, hogy testvérek, semmi bűn nincs ebbe. Ebbe szabadok vagyunk. Krisztus megszabadított. Ezt nyugodtan megtehetjük, és ez nem bűn. És régen is történtek ilyenek, nagyon sok a gyülekezet életébe. Csak vigyáznunk kell nekünk is fiataloknak, hogy higgyétek el az időseknek, a hithangosokhoz, meg más régi énekekhez tartoznak átélések, istenélmények. Ja. És ezek jók. Tehát hagyjuk meg nekik ezeket. De figyeljünk mi is arra, hogy amit most mi átélünk, ne gondoljuk, hogy akkor ezt így kell, mert lehet, hogy tíz év múlva mi is azt fogjuk mondani, de hát, ez a mi időnkbe bezzeg, ugye milyen jó podcastokat csináltunk gyerekek. Azt így kéne csinálni nektek is. Ugye? Igen. Tehát az az igazság, hogy mindannyian hajlamosak vagyunk rá, mi is, fiatalok, hogy az önmagunk elképzeléseit a generáción divatját, azt nagyon erősen képviseljük és betonozzuk be, hogy na, ez a frankó az idősek is, és mi is. Tehát, hogy ebből kell engedjünk ebben a Krisztusi szabadságban, és köszönöm ezt újra, kifejtetted meg így aláhúztat. Ha arról tudnál néhány dolgot mondani, vagy te is már, hogy hogyan kezelitek ezt, amikor szembesül az, akár azzal, aki botránkoztat, vagy azzal, aki megbotránkozott. Ha néhány dolgot említenél, vagy hogyan kezeljük, nyilván, ha ismerünk ilyen testvéreket, mikkel találkoztál, mit tanácsolnál? Én azt gondolom, a legfontosabb az, hogy megértésre segítsük az embereket. Tehát, hogy most, hogy én odamegyek valakihez, és azt mondom, hogy figyelj, vegyél föl egy hosszabb szoknyát, akkor visszakérdezhet, hogy hány centi a megfelelő szoknya hossza és nem tudom elmondani, mert bocsánat, burkába is, meg csadorba, ami a földig ér, ott is lehet valaki akkora nagy szajha, hogy <gül> <gül> tehát nem a ruha méretétől függ az egész. De van. azért őszintén viszont már van akkora mini amit már egy erkölcsös ember nem fog fölvenni, és nem a lányokra akarom kélezni az egészet, de, de azért van, egy határ, hanem hogyha megértetem vele, hogy figyelj, amit te csinálsz, az ezért butaság, mert ez mások, látod, ezt nézik, és neki kellemetlen és kényelmetlen. Figyelj, értsd már meg ezt. Vagy például leülni egy-egy fiatal, vagy egy-egy idősel. Testvér, nem akar ő rosszat, jót akar, szeretik az urat, dicsérik, nézze meg, hányan vannak itt. Hát nem jobb, hogy itt vannak? Hát nem jobb, hogy akkor szeretik? Akkor megvehetjük azt a biliárdasztalt a gyülekezetbe, betetjük azt a, a biliárdasztalt. De most mi a jobb, ha kocsmában megy, vagy a gyülibe? És itt nem káromkodnak és beszélgetnek, és szól az Isten ö, dicsérő zene, és na jó, van, akkor majd megnézzük. Tudom, egy konkrét. Tehát a megértés? Igen, így van. És egy konkrét gyülekezetbe elmondták szépen, megindokolták, miért jó a fiataloknak, miért lenne jó. És azt mondták, beszéljük meg, ha egy, év, egy éven belül nem megtérnek a fiatalok, hanem inkább kifelemennek a világba, akkor szétdaraboljuk az egész biliárdasztalt. És mivel jöttek fiatalok, és szépen lassan tértek meg, nem a biliárd miatt tértek meg, Nyilván. csak az egy eszköz volt, egy kapcsolatépítése. Ezért az tesés azt mondta, na jó van, belátom, jó ötlet volt. Jó, akkor vegyünk egy csocsóasztalt is. <laughs> Úgyhogy tényleg így. Na jó. Megértés, tanítani erről. Uh -huh. Te már mit látsz? De most nem tudom klisésen hangzani, de a szeretet az értelem ennek. Nem, ugye? ez nem klisés, ez nagyon jó. Jó, csak so, sokszor mondjuk, és elvesztik az igaz értékét, úgy látom, de Jézus ezt mondta maga a hegyi beszédbe, hogy ha vinne egy áldozatot valakinek, és eszedből üd, hogy neked gondoljon a testvéreddel, megütköztél benne, vagy bármi, menj oda hozzá, rendezd vele, és majd utána hozhatod az áldozatot. Tehát azért vagyunk itt a Földön, hogy, hogy jó kapcsolat legyünk az embertársainkkal. Ugye írja az ige is, hogy hogyan szeretheted Istent, akit nem látsz, hogyha nem szereted az embertársat, akit látsz, akitől mellett, akivel minden találkozol a héten a gyülekezetbe, és hogyha nem vagyunk képesek őt szeretni, akkor Isten lehetetlen szeretni. Már kimondhatjuk-e azt, hogy a krisztusi szeretet közösségben ezeket a dolgokat egészségesen és jól tudják kezelni? Mondhatni azt, hogy nincs is botránkozás, hogyha van, azt ők azonnal tudják rendezni, és viszik Krisztushoz, egymással rendezik. Mindig vannak botránkozások, tehát ö, ö, mindig vannak nézeteltérések, inkább így, így mondom, hogy minibe, De, vagy csalódások. De ezeket tényleg, ahogy mondtátok is, hogy talán minél hamarabb, és tényleg szeretettel, tehát nem elítélve a másikat, hanem inkább üljünk már le, beszéljük már meg. Nem értettem, hogy ezt most miért mondtad, vagy ez miért okoz neked gondot. Figyelj, gyere, üljünk le, beszélgessünk. Megismerem a másikat, rájövök, hogy ja, hát nem is erről van szó, hanem egészen másról. Úgyhogy ö, megint egy konkrét példát, hogyha mondhatok nektek. Volt egy fiatal, pár elkezdtek jönni, az egyikük évfolyamtársam volt, és ő megtért, és a, és a élettársa meg azt mondta, hogy jó, hát akkor házasodjunk össze. akkor tartanék-e tartanék -e nekik jegyes oktatást? És hát sokat beszélgettünk ezekről, és a jegyes oktatás során megtért a másik is. És hát készültek a esküvőre, menyegzőre. És vártam azt, ahogy a nagykönyvben meg van írva, hogy majd ők szétköltöznek, mert csak ne éljenek már együtt, így házasságig, és szétköltöznek, és nem akartak szétköltözni. Hát gondoltam magam, hát most mit csináljunk? Hát annyit imádkoztam ezért. Felhívtam egy idős lelkipásztort, mit lehet ilyenkor csinálni? Azt mondta, hogy ha téged zavar, és úgy látod, hogy ez rossz, mert botránkoztatja a gyülekezetet, bátorítja, hogy mások is nyugodtan élhetnek együtt, akkor ülj le levelük, beszélt, meg velük, mondd el. Na, leültem velük, elmondtam nekik, figyeljetek, szeretlek benneteket, tudjátok, örülök nektek, minden, ott leszek az esküvőtökön, összefoglak benneteket adni, de de valahogy ez olyan kicsit olyan furcsa dolog, hogy ha megismertétek az urat, hogy együtt éltek, hogy nem lenne jó külön költözni. Elkezdett sírni a lány. Azt mondja Márk, tudod mennyit gondolkozunk ezen, hogy szeretnénk megtenni, de nincs annyi pénzünk, hogy most elmenjünk egy albérletbe és megtegyük. És gondolom, csak ez a baj. Azt mondták, igen. Hát ezt mondom, meg tudjuk oldani. Két másik lány felajánlott, hogy mehetsz hozzájuk lakni. És tényleg így volt. Három hónapig, amíg megyekzője volt, ott lakott. És megoldódott. Tehát kiderült, hogy ők gondolkoztak rajta. Vagy már meg is élték, hogy külön Igen, voltak, csak egy fedél alatt voltak. Tehát szexuálisan nem voltak együtt csak nem tudták megoldani a fizikailag ezt a, ezt a szeparációt, ezt a különvállást. És milyen jó, hogy nem úgy mentem, hogy na, no, az mit képzeltek magatokról, ez van. bűn, hanem megpróbáltam elmondani nekik, és ők már mondták, hogy egyébként ők is értik, csak nem tudják a megoldást. Mm. És megoldódott. Tehát Isten csodálatos, ha nem ilyen előítéltel prekoncepcióval megyünk, hogy na ő biztos úgy, meg így, meg úgy, nem szeretettel, és mindig az Isten igéhez akarjuk igazítani. Isten igéje, mit mond? Tényleg ez bibliátlan? Vagy egyébként nem az, csak most én gondolom, hogy ez az lenne. Úgyhogy a szeretet köszönöm. az mindenféleképpen fontos. Márkok, srácok, én köszönöm nektek ezt a beszélgetést nem volt megbotránkoztató, és a gyakorlati tanácsokat, amelyeket megosztottuk velünk. Hát én ezt kívánom a hallgatóknak, meg magunknak is, hogy szeressük Istent, szeressük a testvéreinket, embertársainkat, és éljünk minél hitelesebb életet. És ha való a botlunk, akkor ezt azonnal rendezük először, ami megmentünk el, aztán meg azzal, aki Isten megmutatja, hogy kell ezeket a dolgokat rendezzük. És hiszem azt, hogy egy egészséges, szeretetteljes közösségből fogunk részen, ahol gyógyítja Isten folyamatosan a sebeinket, és terel bennünket az országa felé. Márk, köszönjük, hogy eljöttél közénk, várjunk szeretettel! Köszönöm szépen! Sziasztok! Sziasztok.